Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, a Balatonszárszói Nagyközségi Önkormányzat és a József Attila Általános Iskola megemlékezésén, amellyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója előtt tisztelgünk. Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Vicman Mihály országgyűlési képviselő urat. Az elmúlt fél órában a Tabi Fuvos zenekar játszott, vezényelt Sternóczky László. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt a zenekar kíséretében. Kérem Vicman Mihály képviselő urat az ünnepi beszéd megtartására. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő szárszóiak! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép délutánon, az 1848-as forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésünkön. Mindenek előtt szeretném megköszönni Dorogi Sándor polgármester úrnak a szíves invitálását, amelynek eredményeképpen a tavalyi eseményhez hasonlóan az idei esztendőben is Önökkel együtt ünnepelhetek. Mert úgy gondolom, hogy valóban ünnep ez a mai nap, amelyet a lágyan hullámzó trikolor és a szívünk fölé tűzött kokárdák színei is büszkén jeleznek. A mai napon a magyar múltunk egyik legragyogóbb korszakára emlékezve idézhetjük fel, hogy az 1848-as februári párizsi forradalom híre március 1-én Bécsbe és Pozsonyba is eljutott. Miközben a Habsburg háza gyengeség jeleit mutatta, roppant számú hallgatóság, fulladásig tömött karzatok előtt, remegő várakozás közepette március 3-án terjesztette elő és fogadtatta el Kossuth Lajos azt a felirati javaslatot, amely egy felelős kormánnyal rendelkező polgári Magyarország kiindulási programját tűzte ki céljául. Minden, ami 1848 tavaszán történt, azzal kezdődött, hogy a bécsi udvar árnyékában működő magyar parlament szembenézett a magyar nemzet sorsa iránti felelősségével, és egyértelműen kimondta, hogy nem azt tartja feladatának, hogy egy idegen hatalom érdekei szerint bólogasson, hanem azt, hogy a magyar emberek érdekében cselekedjen. Kossuth pedig így fogalmazta meg mindezt. Emeljük fel politikánkat az események színvonalára. Most talán kevesen tudják, hogy 1848 tavaszán Pest-Budán volt Európa egyetlen egy vér nélküli forradalma. A magyarországi események ugyanis sokkal fegyelmezettebbek, rendezettebbek, sokkal békésebbek voltak, mint például a párizsi, a bécsi vagy éppen a prágai megmozdulások. Mindez pedig azért lehetett így, mert itt, Magyarországon, nálunk mindenki ugyanazt akarta. Példaértékű nemzeti összefogással, válvetve küzdött a jobb jövőért a plebejus költő, a tanult ügyvéd,
A magyarság ügyért elkötelezett arisztokrata, vagy épp a katonai pályára lépett nemes egyaránt. A forradalom politikai vezetői, a magyar kormány tagjai, Batthyány, Kossuth, Széchenyi, Deák, Ötvös, Klauzál, Mészáros, vagy éppen Szemere évek óta ismert, közkedvelt egyéniségek voltak. Tudásuk, tapasztalatuk, külföldi tanulmányútjaik, műveltségük pedig kétség kívül alkalmassá tette őket egy születőben lévő nemzet irányítására. Példaértékű és különleges volt ez a forradalom. Miközben az európai forradalmak 1849-re már mind elvéreztek, mi magyarok 49 tavaszán arattuk a legnagyobb győzelmeket. Ezért is fontos, hogy a mai napot ünnepeljük és ünnepként éljük meg, és büszkén emlékezzünk honfitársaink nemes és hazaszerető történelmi tetteire. Ne csak azt taglaljuk, hogy végül is miért buktunk el, hanem kérdezzük inkább azt, hogy hogyan és miért tarthatott a magyar forradalom ilyen egyedülállóan sokáig. A válasz azt hiszem egyértelmű. A társadalom és vezetői mind ugyanazt akarták. Egy független, szabad és gyarapodó Magyarországot. A 48-as magyar forradalom és szabadságharc idején Európában egy mély és korszakos átalakulás zajlott. Miként a mai világban is ez történik körülöttünk. Azt is jól láthatjuk, hogy a történelem újra és újra aktualizálja 1848-49 szellemét. A forradalom és szabadságharc ugyanis a nemzetek és az egyének önrendelkezéséről szól. Arról az önrendelkezésről és arról a szabadságigényről, amiért úgy tűnik nap mint nap harcolnunk kell. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szárszóiak! Azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik nem gondoltuk volna még azt, akár csak két esztendővel ezelőtt sem, hogy amint 2015-ben, úgy 2016-ban is, és még sajnos ki tudja hány évig, újra harcolnunk kell a szabadságunkért, újra harcolnunk kell az önrendelkezésünkért. Mert ne legyenek illúzióink, ma Magyarország újra egyfajta szabadságharcot folytat. Ugyan már nem a feudális világ árnyai ellen csatázunk, mint 1848 hősei tették, nem a világháborúk szörnyűségeivel, vagy éppen a kommunista nagyhatalom elnyomásával szemben kell küzdenünk, ahogy a 20. század történelmi viharaiban kellett, és szerencsére a néhány évvel ezelőtti nemzetközi valuta alappal folytatott gazdasági szabadságharcunk is a múlté már, ettől azonban még egyáltalán nem lehetünk nyugodtak. Ugyanis mondjuk ki őszintén, most egy teljesen abnormális és sajnos vészjósló világnézet ellen kell felemelni hangunkat. Ezt a harcot szerencsére egyelőre nem fegyverrel, hanem egyenes nemzeti kiállással vívhatjuk meg. Ahogy azt már megtett egyébként a Magyar Országgyűlés, megtették a megyei közgyűlések, valamint a települési önkormányzataink is. Itt a mi választókörzetünkben közel 60 település, köztük egyébként Balaton-Szárszó nagyközség önkormányzatának képviselő testülete is, egyértelműen mondott nemet a Brüsszel által ránk erőltetni akart kötelező betelepítési kvótára. És tisztelet jár minden magyar polgárnak is, aki az illegális bevándorlással kapcsolatban tett és tesz hitet amellett, hogy senki nem írhatja elő nekünk magyaroknak, hogy kikkel kelljen együtt élnünk. Kedves szárszóiak, lesz még egy lehetőségünk, sőt azt hiszem, hogy kötelességünk is, amikor népszavazáson is kifejezhetjük azon elsöpörhetetlen igényünket, miszerint a magyarokat nem olyan fából faragták, akik meghajlanának az idegen igények és az idegen érdekek előtt. 1848-49 kurucos szelleme pedig soha nem alszik ki, mert a történelem időről időre lefújja a hamut a parázsról, így nem hagyja, hogy kialudjon, és amikor szükséges, az a bizonyos láng újra fellobban. Fellobban és fénye messzi földre ellátszik. Tisztelt ünneplő szárszóiak! 1849. januárjában Petőfi az alábbi sorokat írja Európa csendes, újra csendes című versében. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Petőfi szavai pedig ma is igazak. Ugyanis Magyarország volt az első és sokáig az egyetlen Európában, aki kész volt tenni saját polgárai védelmében, és kész volt arra, hogy megvédje az ország szabadságát. A haladó nyugati elittől pedig sokszor csak kritikát, bírálatot és megvetést kapott. De tudnunk kell, hogy ahogy 48-ban a 48-as hősök sem voltak, úgy mi sem vagyunk egyedül.
A 48-as forradalom egyszerre volt hangsúlyosan a magyar nemzet és a magyar emberek forradalma, továbbá az európai szellemiség megtestesülése is. Mindenki tudta akkor is, hogy Európa szíve dobog a magyar ügyben. Úgy voltunk a legjobban európaiak, hogy közben nagyon is magyarok voltunk. Mert pontosan a magyarságunk vállalása adta meg az európaiságunk lényegét is. És ez nincsen másképpen ma sem, hiszen naponta tapasztaljuk, hogy európai polgárok milliói nyilvánítják ki szolidaritásukat hazánkkal, Magyarországgal, a magyar emberekkel, Magyarország kormányával egyaránt. Mi magyarok pedig mindannyian újra büszkék lehetünk, hogy mertünk nemet mondani, mertünk kiállni érdekeinkért. Kedves ünneplő egybegyűltek, március 15-én azt hiszem különösen jó érzés magyarnak lenni. Fényes és felemelő érzés, hiszen ez a nap nem csupán egy a nemzet ünnepeinek sorában. Március 15-e igazi jelképpé vált, amely nemzetünk szabadság szeretetét és a nemzethez való tartozás vágyát fejezi ki. A mai napon büszkeséggel ünnepelhetünk, ugyanis a mi szabadságharcaink mindig előrébb vitték a világot. Előrébb vitték, mert mindig igazuk volt. Az ünnep meghitt pillanataiban őszintén kívánom mindannyiunknak, adjon nekünk erőt 1848 hőseinek hazaszeretete és a szabadságharc eszmeisége. A mai megemlékezéssel pedig üzenjük meg mindenkinek, hogy mi magyarok, mi somogyiak, mi balatoniak, bízunk a jövőben, mert Kossuth szavaival élve mi is abban hiszünk, hogy a haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet és lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy ismét önökkel együtt ünnepelhettem. Tisztelt ünneplők! Az ünnepek jó alkalmak arra is, hogy település nevében megbecsülésünként fejezzük ki azoknak az embereknek, akik sokat tettek Balatonszárszó közösségéért. Megkérem Dorogi Sándor polgármester urat, hogy fáradjon fel a színpadra. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt szárszójak, tisztelt képviselő úr! Mint az előbb hallottuk a képviselő úrtól is, hogy mai világban büszkén vallhatjuk, hogy magyarok vagyunk. Én azt hiszem, hogy mi szárszójak pedig büszkén és bátran mondhatjuk, hogy öröm számunkra, hogy szárszójak lehetünk. Már hagyományossá vált, hogy valamennyi nemzeti ünnepen ebben a helyiségben azokat a személyeket, akik a közösségért, az emberekért, a fiatalokért, a gyerekekért többet tesznek az átlagtól, azoknak valahogy megpróbáljuk a munkájukat elismerni. Ez így lesz a mai napon is, és ha megengedik, mielőtt gyakorlatilag erre a ceremóniára sor kerülne, külön kell köszöntenem két fafaragó művész urat ebben a teremben, akik szerényen itt meghúzódnak, nem tudom hol, majd mindjárt fölállnak, akik a testvér településről vannak itt Gyergyó alfaluból, és akik munkát végeznek már egy hete, gondolom sokan megfigyelték őket a vasút túloldalán, a régi üzletsor helyén, és ha megkérem őket, álljanak vele egy pillanatra, és egy nagy tapsot kérnénk számukra. Remélem mindenki tudja, aki itt van, hogy a zene paviljont is gyakorlatilag tőletök kaptuk, és azóta már számtalan szárszói fiatal tartotta alatta az esküvőjét. Köszönjük szépen! Kérem szépen, akkor kezdjük sorban, megkérném, fáradjon a színpadra Hekeli Klára! Hekeli Klára évtizedek óta meghatározó oszlopos tagja a József Attila Általános Iskola tantestületének. Pályafutása során több területen is bebizonyította rá termettségét, megbízhatóságát. Dolgozott egyszerű tanítóként, évtizedeken keresztül volt az intézmény helyettes igazgatója, majd amikor a helyzet kívánta, magára vállalta az iskolavezetés gondját, nehézségeit.
Mindegyik területen becsületesen megállta a helyét. Vezetői munkájában is igényes volt a rendre, a harmóniára törekedett. Munkavégzését erős felelősség és kötelességtudat jellemezte, jellemzi. Jó a kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal. Elhivatottságával, szerénységével, pontosságával méltán érdemelte ki a környezete elismerését. Ládika, először is egy nagyon szép emléklapot szeretnék átnyújtani, szallaggal átkötve, de ez az emléktárgy remélem, hogy olyan helyen lesz elhelyezve, amit naponta meg fog tekinteni. Parancsoljon, fogja nagy szeretettel, fogadja nagy szeretettel. Gratulálok és köszönjük szépen ezt a rengeteg munkát. Ha megengedik, néhány szót azért váltok Klárikával. Ha jól tudom, én nem voltam még akkor Szárszón, de ön már akkor itt dolgozott, amikor még a vasboltban működött az iskolánk. Itt mellettünk van ez a régi kissé felújításra szoruló vas üzlet. Ez volt a Szárszói Általános Iskola egyik része. Igen, pontosan így volt. 1980-ban itt kezdtem a pályámat. Itt volt egy két osztály, és itt kezdtem, mint első osztályos tanító. És hát most már 80 óta itt vagyok Balatonszászon, sőt a pályát 79-ben kezdtem, én már 37. éve, és nagyon kötődöm Balatonszászhoz, és köszönöm szépen mindazoknak, akik ezt az elismerést adták nekem, gondoltak rám, és itt mind a felvezetőben is elhangzott, igyekszem ezt lelkiismeretes, szorgalmas, kitartó munkával szolgálni. Klárika, hányszor volt iskolaigazgató? Többször voltam már, talán kétszer segítettem ki az iskolát, vagy háromszor, pontosan én se számoltam meg. Na tessék, hát nem lett mindenki többször iskolaigazgató, ez is egy nagy produkció. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a munkát, és egy igazi nagy tapsot most kérünk Klárikának. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer. Hűvös vagy, Péter úrra kérjük a színpadra. Balatonszászó nagyközség képviselő testületének döntése alapján Hüvösvölgyi Péter elismerésben részesül Balatonszászón végzett több évtizedes közösségépítő tevékenységéért. Egész életét végigkísérte a sport, az asztali tenisz szeretete és a mai napig aktív sportoló. Már gyerekkorában elkötelezte magát a pingpong mellett, s folytatta a középiskolában, Kaposváron, a mezőgazdasági technikum színeiben. Balatonszászón 1992 óta él, és még ebben az évben bekapcsolódik a Sportegyesület asztali tenisz szakosztályának munkájába. Az 1990-es évek végétől eredményesen szinte megszállottsággal vezeti a szakosztályt. Több generáció nőtt fel a kezei alatt, 14 éven keresztül megszakítás nélkül részt vettek az országos diákolimpián a tanítványai, előkelő helyezéseket érve el. Edzőként és versenyzőként is számtalan sikert ért el, jelenleg az országos veterán bajnokságban, korcsoportjában a második helyen áll a ranglistán. Gratulálunk! Fogad szeretettel ezt az emléklapot, és természetesen tudom, hogy már nem sok hely van a serlegeknek a lakásban. Mikor volt az a pillanat, amikor először pingponglabdát láttál, vagy pingponglabdát ütöttél? 7 éves koromban Bogláron ütöttem pingponglabdát először a művelődési házban. Tehát ezt nem lehet elég korán kezdeni, már bárki 7 éves korában ezt a sportot tudja űzni. És aztán jön egy nagyobb kérdés, egy fontosabb kérdés, mert azt tudjuk, hogy Péter a sportközgyűlésen nem volt itt a múlt héten, mert akkor is Karcagon volt országos veterán bajnokság, ahol a 20 évesek, illetve a 70-74 éves korosztálynak volt országos bajnokság. Kérem szépen, és Péter hanyadik lett? Párosban első helyezést értem el egy szolnoki társammal, egyénibe pedig bronzérmet sikerült elérnem. Óriási! Óriási!
És akkor kérdezhetem, hogy meddig lehet ezt a sportágat tűzni? Hát, ha Péter erre tud választani. Nincs felső határ ebben. Kérem szépen akkor, vannak itt nyugdíjasok, gondolom, hogy nyertünk hány darab asztalt? Nem is mondtam itt nagy büszkét. 5 darab asztalt nyertünk az országos pályázaton, nyertünk 20 darab ütőt, egy adogatógépet, 1500 labdát, és ezzel az általános iskolásokat lehet oktatni. Szárszon a második osztály lett kijelölve arra, hogy heti egy alkalomban a testnevelési óra helyett asztali tenisz oktatás lesz. Ebben én is részt veszek, eddig minden oktatáson ott voltam is. Szárszó, asztali tenisz nagyhatalom lesz újra? Hát elmondhatom, hogy Somogy megyében már az vagyunk, mert Kaposvár és Siófok mellett annyian nem pingpongoznak a megyébe, és annyi szép, jó eredményt nem értek el. Épp szombaton 80 vesznek részt Kaposváron a felnőtt ranglista versenyen. Hát ez azt jelenti, hogy 25 fő szokott ott lenni, abból 8 szárszói lesz. Gratulálunk, egy nagy tapsot, és természetesen a családnak is, mivel nagy türelem kell ahhoz, hogy Péter folyamatosan doppingolják, ugye, hogy ne adja föl, és menni kell, és versenyezni kell. Így van ez, Marika? Én a család fő, Marika is. Egy tapsot kérünk Marikának. Somogyi Pétert kérem a színpadra. Balatonszárszó nagyközség képviselő testületének döntése alapján Somogyi Péter elismerésben részesül Balatonszárszón végzett több évtizedes közösségépítő tevékenységért. Somogyi Péter 20 éve vezeti kiemelkedő teljesítménnyel a Balatonszárszói Sportegyesület karate szakosztályát. Törzsgyökeres szárszói születése óta itt él. 20 évesen kapcsolódott be a szárszói sportéletbe, 1990-től vesz részt a karate szakosztály munkájában. Először sportolóként, majd 1996-tól edzőként. Közben megszerezte az edzői képesítést a testnevelési főiskola középfokú edzői szakán. Ez alatt a 20 év alatt 500-600 növendéket tanított a küzdősportok egyik legszebbikére, a karatéra. Eredményes edzői munkáját jelzi az a sok-sok siker, amelyet a hazai és a nemzetközi versenyeken értek el a tanítványaival együtt. Többször elhozták a magyar bajnoki címet, több diákolimpián és nemzetközi versenyen dobogós helyezéseket értek el. Ő maga 3 danos fokozattal rendelkezik. Ahogy elmondta, a 3 gyermekére a legbüszkébb. Én, mint aki a labdajátékok bűvületében élek, mindig is ámulok, bámulok, hogy tudod ezt a rengeteg pici gyereket, középkorokat, nagymamát összetartani, és edzésről edzésre mozgatni, versenyekre cipelni. Én úgy gondolom, hogy egy jó csapat. Az, hogy ennyien járnak hozzánk, az szerintem inkább a karaténak köszönhető. Már az tény, hogy én úgy gondolom, hogy a gyerekekkel is, meg a felnőttekkel is, idősebbekkel is, fiatalabbakkal is jól megértem magam, és szeretem csinálni azt, amivel foglalkozom. Ez a titka, kérem szépen, úgyhogy most már ezt is tudjuk. És lehet utánozni valamennyi sportágban, így van? Óriási teljesítmény, 25 éve van Szárszón karate, és meg kell mondjam, ez óriási dolog, amikor látom, hogy kisgyerek, nagygyerek, nagymama, tehát egész generációk nőnek fel ennek a sportágnak a környezetében. És olyan szeretettel vagytok együtt, mint egy igazi család, ez azt hiszem, hogy valamennyi vezetőnek valami hasonló stílusban kellene dolgozni. Mint ahogy a bevezetőben is mondtam, számomra borzasztó nagy öröm, hogy egyrészt, hogy 3 ember itt van a színpadon, és köszönetünket fejezhetjük ki az önkormányzat a közösség nevében. És ezen a csodálatos nemzeti ünnepen azt is elmondhatom itt ebben a körben, hogy Szárszón egyre többen felfedeztük azt, hogy mi szárszóiak, meg minden település gyakorlatilag egy sorsközösségben van, és a kezünkben van a sorsunk, és minden azon múlik, hogy ki mit tud hozzátenni ez a közösséghez.
Legyen a sport, legyen iskola, óvoda, legyen a közterületek állapota, legyen a területfejlesztés, bárhová nézünk, minden azon múlik, hogy mi szárszóiak, mennyire tartjuk a sorsunkat a kezünkben. Én kívánom azt, hogy ez az ünnep is legyen alkalmas arra, hogy tegyünk fogadalmat azért, hogy Szárszó legyen még szebb, még gazdagabb, és ez legyen a jövőképünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megemlékezésünket az ünnepi műsorral folytatjuk. Nincs hely, mi kiadó, közreműködnek a József Attila Általános Iskola tanulói. A műsort összeállította és betanította Szabó Zoltáné Gelencsér Ilona, az Általános Iskola igazgatója, az iskolai kórust vezényli Winkler Laura, zongorán kíséri Gonc Gálné Gas Emese. Hangszeren közreműködik Márkus Kata fuvolán, Kósiné Kockás Magdolna hegedűn. Fogadják sok szeretettel.
mindössze 4 betű. De talán nincs még szó, mert mögött annyi érzés, annyi emlék és annyi tett húzódik meg. Azt mondom haza, s látom a falut, várost, ahol születtem. Lelkemben érzelem és szenvedély gyullad, olyan, mint az első szerelem. Azt mondom haza, s látom a térképet, a folyók és tavak kékjét, a völgyek és síkságok zöldjét. Azt mondom haza, s képzeletemben megjelennek a történelem könyv lapjai, és mesélni kezd a múlt. Azt mondjuk haza, s érezzük a levesek ízét, édesanyánk meleg ölelését, halljuk apánk szigorú, de igaz és bölcs szabát. Mit jelent és mit ad nekünk mai magyar fiataloknak 1848. március 15-e. Te és te. Szabadnak születtél. Szabadságunkat mások vívták ki. Ha a nép nem szabad, akkor a szellem sem élhet, és egy hazaveszete a történelm útvesztőjébe. Thank you.
magyar emberek kokárdát űznek ruhájukra, és az épületeken magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek a 48-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. 1848 tavaszára Európa több országában forradalom tör ki. Március 14-én eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket nyilvánosságra hozzák és harcoljanak azok valóra váltásáért. Az akkor csupán 100 000 lakosú Pesten a Pilvax kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhelye az egyetemistáknak. 1848 tavaszán így gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor márciusi ifjaknak neveztek. Március 15-én a Pilvax kör tagjai élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk vívják ki a sajtószabadságot. Addig ugyanis csak a bécsi udvar jóváhagyásával jelenhetett meg bármilyen magyar nyelvű írás. Reggel 8:30 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult sietősen a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40-en? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Ellenéző szám a 100 000-es városban. Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport, kitért útjuk volt Argonca, lovas szekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még üzemre sem léptek. Mégis amerre elhaladtak, kinyíltak az ablakok. A boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk, a járókerők ámulva álltak meg. Itt is ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Elől nyurga, barna arcú fiatal ember haladt, elszám tekintettel, Petőfi. Mentek, hogy maguk felé vegyék az egyetemistákat, hogy talpra állítsák a pesti nép ezreit. Kiverekedjék a magyar szabadságot, vagy meghalljanak érte. Kemény szél fúj, lángra kap a szikra. Vigyázzatok a házaitokra, hát ha mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned, vagy apáink halálával elhalt, illik-e még oldaladra a kard? Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerer nyomdájához már közel 2000-en érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit, az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő követeményét, a nemzeti dalt. Landerer nyomdája előtt már valamennyi írótársunkat mind együtt találtuk. Ott csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, sáros idő volt, a közönség esernyőket tartott a kalapjai fölé. Ej, uraim! Kiálték a közönségre. Lehet, hogy egy óra múlva eső helyett golyók hullanak ránk. Hát akkor elfutunk-e? És arra minden esernyő eltűnt a fejek fölül. De eltűntek mi a kalapok is, amidőn Irinyi az első példáját a nemzeti követelésnek felmutatá e szóval. Íme a szabad sajtónak legelső nyomtatványa. A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irinyi, a második nyomás Petőfi, a harmadikat én tettem vele, hogyha szerencsétlenül üt ki a merénylet, minket éren a csapás, és ne az ártatlan nyomdai személyzetet. Illet kinyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső terméke. Thank you.
A cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést, képviselést egyenlőség alapján. Az úrbéli viszonyok megszüntetését. Esküdzéket. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyokat bocsássák szabadon. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Délután 3-ra a gyűlést hirdettek a múzeum terére, s a tömeg eloszlott. Eloszlott, hogy szétvigye a belvárosba, a külvárosokba a sajtó felszabadításának hírét és a forradalmi nyomtatványokat. Délutára csaknem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Ebben a tömegben munkások, iparos legények, polgárok, ifjak között ott voltak már a vásárra érkezett népcsoportok is. Parasztok, gazdatisztek, vidéki nemesek. A múzeum lépcsőjén ott állt Petőfi, Vasvári, Irinyi mellett Nyári is. A beszédeket, szónoklatokat rivalgó lelkesedés fogadta. Petőfi a múzeum lépcsőjén elszavalta a nemzeti dalt. A hatalmas tömeg kórusban mondta a vers refrénjét. Talpra magyar! Híj a haza! Itt az idő, most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láznál a kard, jobban ékesíti a kart. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A forradalmi menet következő állomása a Pesti Városháza volt. A tömeg már elég volt a hatalom kisebb központjának meghódoltatására. Betódultak a tanácsterembe, élén az ifjakkal. Már 15 000 voltak. Hogy ne írta volna alá a városi tanács, a vagyonos polgárok óvatos testülete a 12 pontot? Hogy ne csatlakozott volna minden követeléshez? Petőfi a városháza ablakából tekintett le a tömegre, miközben a polgármester aláírta a 12 pontot, s felmutatta a sokaságnak. Üdrivalgás közepette az a hír kapott szárnyra, hogy katonaság jön, de egyetlen egy ilyet arcot sem lehetett látni, inkább több felől hangzott az a kiáltás. Fegyvert, fegyvert, Budára, Budára!
népnek kívánsága. Táncsics börtönének ajtaja megnyílt. A nép diadalmenetben hozta Táncsics Mihály a szegény parasztság érdekeinek képviselőjét. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértett, bolygott a lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy az örök, a többi mind bávány, mely leroskad egy ideig állván. Este díszelőadásra hívták az érdeklődőket a Nemzeti Színházba, ahol Katona József Bán-Bán című darabját adták elő a színészek. Születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe, derűs fényen ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója Iboeáit ma szívünkbe szórja. Ünneplő közönség. A műsorban szóló táncoltak Szabó Zoltánné, Gelencsér Ilona és Lejt Károly, a Szárszó Néptánc Együttes vezetője. Köszönjük minden szereplőnek ezt a szép műsort, köszönöm, hogy eljöttek és együtt ünnepeltünk, emlékeztünk történelmünk legszebb márciusára. További szép napot kívánok mindenkinek! Ünnepi megemlékezésünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot.